Sziasztok! A mai videóban ismét a két világháború közötti Magyarországgal fogunk foglalkozni, még egy picit a betleni konszolidáció időszakával, aztán pedig rátérünk a 30-as évekre. Úgyhogy akkor vágjunk is bele! Először a társadalomról beszélnék röviden. Hogyha visszaemlékeztek a dualizmus korszakában a társadalom felépítésre, akkor ott a kultsavunk cool ehhez a zábrához köthető, amit ugye úgy nevezünk, hogy torlódó társadalom. No, hát erre az időszakra ez a torlódó társadalom lassan modernizálódott, és akkor ismétlésképpen egy két mondat erejét térjünk rá a torlódó társadalom fogalmára. Ugye ez azt jelenti, hogy a hagyományos feudális társadalmi csoportokat nem váltották le a modern ipari polgári társadalmi csoportok, hanem a két társadalomnak a csoportjai egymás mellett léteztek, és mint ő az ábrán is látszódik, Hát viszonylag minimális az átjárás a két társadalom és annak csoportjai között. Na most ez azért szép lassan a két világháború között elkezdett modernizálódni, de még mindig a mezőgazdasághoz kötődő társadalmi csoportok voltak a meghatározóak, és akkor nagyon röviden a fontosabb társadalmi csoportokról. Úgyhogy kezdjük a nagy birtokosokkal. Ugye a korszakban ők a meghatározó társadalmi réteg, hiszen a politikai vezetőszerep hozzájuk köthető, valamint ők adják azt a követendő mintát, amelyhez az összes többi társadalmi csoport szeretne felzárkózni vagy felnőni. Ugye a módosabb parasztok azok egyre növekvő létszámban voltak, ne felejtsük, hogy ez valamennyire hozzájárult a nőtári féle földreform is. Aztán ugye megjelent az úgynevezett agrárproletariátus, amelynek a létszáma elég nagy. Ugye ők azok, akik vagy nem rendelkeztek földdel, vagy csak minimális földdel rendelkeztek, és idei munkásként dolgoztak a különböző mezőgazdasági munkák során. Ugye volt már polgárság is minimálisan, ugye differenciált tehát vannak nagypolgárok, középpolgárok és kispolgárok, és a létszámuk folyamatosan növekszik, de a polgárságon belül a kispolgárság aránya a legmagasabb még mindig. Ne felejtsük el, hogy a kispolgári foglalkozás példának okáért az ilyen különböző állami alkalmazottak, mint vasutasok, postamesterek. No, aztán amiről kicsit jobban kell beszélni az a munkásosztály, mert hogy a létszáma folyamatosan növekedett a korszakban, ez nyilván a mezőgazdasági dolgozók rovására történt meg, hiszen a mezőgazdaságból vándoroltak át az iparba az emberek, és az összetételük is változott, mert hogy a betintott munkásoknak és a segédmunkásoknak a létszáma növekedett, ezzel szemben csökkent a szakmunkásoknak az aránya. Ugye ennek az oka az, hogy nőtt a női munkaerő aránya már az első világháború alatt is, és hát az első világháború után ez nem sokat változott. Viszont mivel ugye a nők ebben az időszakban messze voltak még az egyenjogúságtól minden értelemben, ezért hogy alacsonyabb a bérük, és mivel egyre több nő dolgozott az iparban, ezért összességében azt láthatjuk, hogy az alacsonyabb bérezésük aránya növekedett. Ebből viszont az is következik, hogy a korszakban a munkások életkörülménye romlottak. Ez nem csak azért volt így, mert a nők alacsonyabb bérezést kaptak, hanem azért is, mert a nők munkaerőpiacra lépésével nyilvánvalóan az otthoni munkájuk is háttérbe szorult, ami szintén egyfajta életszínvonal csökkenésnek fogható fel. A következő csoportunk az úri középosztály, vagy más néven a gentrik, Ugye nem az angol értelemben gentry, hanem a mixát értelemben vagy gentryről beszélünk, akik a dualizmus korszakában ezek a lecsúszó egykori nemesek és földbirtokosok voltak, akik ugyan már kezdtek elszegényedni, viszont még mindig olyan életmódot folytattak, mintha gazdagok lettek volna. Na erre a korszakra a gentry az már nem teljesen ezt jelentette. Ez a csoport is erősen differenciált, de nagyon fontos különbség a dualizmus korszakhoz képest, hogy még akkor feltétel volt a csoporthoz tartozásban a nemesi származás, addigra ebben a korszakban ez már nem feltétel. És hát ami nagyon fontos dolog még a társadalomban, hogy a középrétegek, a kispolgárok és a szakmunkások számára rengeteg új lehetőség nyílt meg, úgy mint a rendszeres sportolás, a járás, az újságolvasás, ez mind általános, viszont a nyaralás, a telefon és az autó az ezen réteg számára még mindig elérhetetlen. Még annyi érdekességet említenék itt a társadalommal kapcsolatban, meg a megélhetéssel kapcsolatban, hogy a korszak közkedvelt nótája volt a havi 200 pengő fixel az ember könnyen viccel, ami ugye azt is jelezte, hogy ha volt valakinek 200 pengő havi fix szövedelme, akkor abból nagyon kényelmesen meg tudott élni. De ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy a korszakot úgy is szokták nevezni, hogy a 3 millió kódos országa volt Magyarország, tehát elég nagyok voltak a társadalmi különbségek, amit a nem sokára begyűrűző világgazdasági válság is tetézett. Ezek után térjünk rá röviden a nők helyzetére, ha már az előbb szóba kerültek. No, hát alapvetően rájuk is kiterjesztették a választójogot, ami ugye azt jelentette, hogy minden nő szavazhatott, aki betöltötte a 24. életévét, és minimum 6 elemi osztályt elvégzett. Ahogy az előbb is említettem, munkába álltak már a világháború alatt is, a világháború alatt sokféle helyen dolgoztak, főként a nehéziparban, de mellette azért könnyűiparban, meg az adminisztrációban, és hát a világháború után az adminisztráció, a könnyűipar, valamint az értelmiségi pálya az megmaradt nekik, tehát ekkor kezdtek el nagyon sokan az oktatásban elhelyezkedni. Viszont amiatt, hogy elkezdtek dolgozni és karriert építeni, lassult a népesség növekedésnek az üteme is. Úgyhogy röviden ennyit a nők helyzetéről a korszakban, és akkor tekintsünk egy pillanatra rá a határon túli magyarság helyzetére. Nos, hát nagyjából olyan 3 millió ember élt a triáni határokon kívül kisebbségben, az osztrák-magyar monarchia többi utódállamában. Ugye, ha visszaemlékeztek a trianoni békére, meg a versai békerendszer egyéb szerződéseire, akkor ugye mindegyik tartalmazott kisebbségvédelmi intézkedéseket, de ezeket az utódállamok hát nem nagyon tartották be. Ennek egyik eleme volt, hogy bár a kisebbséget megillette az anyanyelvű oktatás, azért az utódállamok szépen lassan elkezdték felszámolni a magyar iskolahálózatot, és hogy a nagy tömben élő magyarságot felhigítsák, más népcsoportokat is betelepítettek a szintisztán magyar lakta településekre, illetve régióba. Ez ugye azért volt fontos, mert hosszú távon mindegyik kutatónak az volt a célja, hogy a kisebbségeket asszimilálják. És hát ennek köszönhetően azért, hogy haladunk előre az időben, a magyarság aránya ezeken az elcsatolt területeken elkezdett csökkenni. Viszont az egyházaknak kiemelt szerepe volt a magyarság összetartásában, mert ők azok, akik támogatták a magyar nyelvű oktatást és a kulturális életet, tehát egyfajta ilyen szervezőként léptek föl ha esetleg visszaemlékeztek a 18. századi magyar királyság demográfiájára, ott az egyházaknak ugyanilyen fontos szerepe volt például a meg a szerb kisebbség esetében is, csak akkor még ugye nem létezett a nacionalizmus, mint eszme, de lényegében ugyanazt a vezető funkciót látták el akkor, mint a trianoni béke után a túl magyarság esetében az egyházak. És akkor ezek után térjünk is rá az oktatásra. A Triloni Magyarországon az elit belátta azt, hogy ilyen körülmények között a társadalmi felemelkedés egyetlen záloga az maga az oktatás. Egy a jellemző az a hortikorszakban, hogy szép lassan elkezdett növekedni a magas végzettségek, ez alatt az érettségizetteket kell elsősorban értenünk, másodszorban diplomásokat. Viszont fontos, hogy még ennek ellenére is azért elmaradt mindez a nyugat-európai szinttől. És akihez köthető az oktatási rendszernek, hát a megreformálása és a kifejezetten fontossá tétele, az a fényképen látható úriember, aki a Betlen kormányzatnak volt a vallás és közoktatás hogy minisztere, őt úgy hívták, hogy Klebersberg Kuno. Na most, ugye ő mondta azt, hogy a magyarság felemelkedésének a záloga az a kulturális szint emelése, azaz bizonyítani kell, hogy lehet, hogy a trianoni békében megcsokintották ezt az országot, de a magyar népnek a régióban magasabb rendű a kultúrája, mint a szomszédos népeké, ezt röviden ugye kultúrfölénynek nevezzük, és a németből ismerős lehet, mert ugye a németek is a kultúrfölénnyel magyaráztak sok minden mást is. Na most, ennek bizonyítására az oktatási rendszer minden területét és minden szintjét fejleszteni óhajtották. Ezt ugye csak úgy lehetett megvalósítani, hogyha egész egyszerűen az állami kiadásokban növelték az oktatásra szánt költségvetési keretet. Ezeket a pénzeket arra használták fel, hogy rengeteg iskolát létesítettek, kötelezővé tették a 8 osztályos általános iskolát is, ennek köszönhetően hogy a horti korszakban visszaszorult az analfabétizmus. Nagyjából ez volt a vállás, ami a korszak végére többé-kevésbé teljesült is. Aztán a tananyagot is muszáj volt korszerűsíteni. Ugye ennek eleme volt az, hogy most már nem régi kihalt nyelveket, mint például a latint, vagy akár az ógörögöt tanították, hanem bekerültek a tananyagban modern nyelvek, és hát a természettudományos tárgyak oktatására is nagyobb hangsúlyt fektettek. Ehhez azonban szükség volt egy magas színvonalú tanári gárdára is, akiket anyagilag is elég jól megbecsültek, hogy legyen idejük felkészülni, legyen idejük új módszertanokat és új tudást elsajátítani, amit be tudtak vinni az órára. Emellett nyilvánvalóan támogatni kellett az egyetemi oktatást is. Hát ennek egyik eleme volt, hogy az utódállamokból néhány egyetem áttelepült a Tironi Magyarországra. Például a Kokáért a Selmecbányai Egyetem áttelepült Sopronba, a Pozsonyi Egyetem Pécsre, és a Kolozsvári Egyetem pedig Szegedre. Emellett új egyetemi városokat is alapítottak, mert hát ezek a városok is egyetemvárossá nőtték ki magukat. Aztán több helyen, konkrétan Rómában, Berlinben és Bécsben külföldi intézeteket alapítottak. Ezeket úgy neveztük, hogy kollégium hungarikumok, és itt az egyetemi kutatóknak, illetve oktatóknak, meg a különböző tudósoknak biztosítottak ösztöndi lehetőséget arra, hogy kutassanak ezekben a városokban. És emellett még ösztöndi rendszert építettek ki a tehetséges és szorgalmas diákok számára. Na most mindezeknek köszönhetően a képzés színvonala emelkedett, és hát lényegében ez az a korszak, amikor rengeteg világhírű, illetve Nobel-díjas tudóst is kitermelt a magyar oktatási rendszer, úgy, mint például Szilárd Leót, vagy Szentgyörgyi Albert. Albertet, de nagyon János is ebben a korszakban tanult a Fasoli Evangélikus Gimnáziumban. No, hát akkor ennyit az oktatási rendszerről nagyon röviden, és akkor térjünk vissza az eseménytörténethez, és nézzük meg, hogy mi történt, miután Magyarországra is begyűrűzött a világgazdasági válság. No, hát az alapvető problémát az okozta, hogyha visszamlékeztek, ez a betleni konszolidációs videómban is benne volt, hogy a gazdasági növekedés a 20-as évek második felében külföldi tőkén alapult. Ez ugye miért probléma? Mert hogyha azokkal az országokkal, ahonnan az a tőke származik, valami gazdasági probléma történik, az a szoros gazdasági kapcsolatok miatt pikpak begyűrűzik Magyarországra is. Miután a válságtünetek Magyarországon is megjelentek, a kormányzat újabb kölcsönöket próbált felvenni sikertelenül, hogy ne felejtsük el, hogy ez volt a standard gazdasági válságkezelési probléma az ezt megelőző évtizedekben, illetve hát szűk másfél évszázadban. De mivel az összes olyan országban, amivel gazdasági kapcsolatunk szintén válság volt, nem tudtunk felvenni semmilyen hitelt. Ennek köszönhetően visszaesett a termelés, amiből következően csökkent az export is, és mivel a termelés visszaesik, nincs szükség annyi munkásra, ezért ugye elbocsátások történtek, és növekedett a munkanélküliség, ami pedig a felvő piacra, mármint a belföldi felvő piacra volt rossz hatása, és hát ugye ugyanezt a helyzetet láthattuk Európa számos országában, meg hát az Amerikai Egyesült Államokban is, de erről a világgazdasági válságos videó már szól, úgyhogy aki nem emlékszik erre, az nézze meg nyugodtan. A legkisebb veszteség az a könnyűiparban következett be, és hát miután a válságot a megszokott eszközökkel nem tudta kezelni, végül 1931-ben Betlen István lemondott a miniszterelnöki székről. És hát ezt követte Károly Gyula miniszterelnöksége 1931 és 32 között, tehát olyan hú, de hosszú ideig ő sem volt miniszterelnök. Ő úgy próbálta meg a válságot kezelni, hogy hát nyilván hitelt nem próbált felvenni, de az állami költségeket elkezdte csökkenteni. Ugye ez azt is jelentette, hogy rengeteg állami alkalmazottat bocsátottak el, emellett hagyományos módon az adók megnövelésével próbáltak pénzhez jutni, de mivel magas volt a munkanélküliség, nyilván az emberek ha megnövekedett adókat egyre nehezebben, vagy éppen egyáltalán nem tudták befizetni, tehát lényegében ezek az intézkedések sem oldották meg a válságot. Közben egy pillanatra vissza kell még ugrani 1930-ra betlen miniszterelnökségére, mert hogy ebben az évben, szeptember 1 Budapesten tömegtüntetés volt, amit a szociáldemokrata párt szervezett. Ha visszaemlékeztek, a betlen peyer paktumnak az egyik eleme pont az volt, hogy a szociáldemokraták nem szervezhetnek sztrájkot, megtüntetést Budapesten és a városokban. Na most ezt itt ugye megszekték. A karhatalom erőszakosan lépett fel a tüntetőkkel szemben és szétverte a tüntetést, és ennek hatására az egységes pártból a kisgazdák kiváltak, és megalapították a független kisgazda pártot, melynek két fontos vezetője Tildi Zoltán és Nagy Ferenc. Mindkettőjük majd a II. világháború után fog fontos szerephez jutni a demokratikus átmenetben, úgyhogy az ő nevüket érdemes megjegyezni. Na most Magyarországon is ugyanaz történt, mint amit láthattunk Európa számos országában, mint például Olaszországban, vagy ugye Németországban, hogy amikor ilyen gazdasági válság van, és az emberek egzisztenciára veszélybe kerül, akkor megerősödnek a politikai szélsőségek. Na most a kormányzat, legyen szó Betlen vagy a Károly kormányról, az alapvetően a két szélsőség közül a kommunistáktól sokkal jobban tart, mint a szélsőjobb oldaltól, úgyhogy alapvetően ellenük lépnek fel, ennek köszönhetően viszont egyre másra alakultak meg a szélső jobboldali szervezetek. És akkor visszaugorva Károly Gyula miniszterelnökségére, 1931-ben Biatorbányon volt egy elég komoly merénylet, aminek az eredményeképpen felrobbantották a vasúti viaduktot, ami ott volt, ezt Matuska Szilveszter követte el. Viszont, hát a rendőrség és a kormányzat nem igazán hitte, hogy Matuska szilveszter egy magányos merénylő, a kommunistákat sejtették a merénylet mögött, úgyhogy elrendelték a statáriumot, ez ugye a rögtön ítélbíráskodást jelenti, és ennek eredményeképpen két kommunista vezetőt ki is végeztek, ami nemzetközi felháborodáshoz vezetett. Teszem hozzá nem csak a nemzetközi nemzetközi munkásmozgalomban, meg a különböző országok kommunista pártjai körében, hanem bármely demokratikus párt korében és hát ennek hatására, valamint a sikertelen válságkezelés hatására is Károly Gyula végül lemondott 1932-ben. Károly lemondását követően Horti Gömbös Gyulát bízta meg kormányalakítással, úgyhogy az ország következő miniszterelnök 1932 és 1936 között Gömbös Gyula volt itt láthattok róla egy fényképet. Hát Gömbös Gyulának érdekes volt a pálya, itt a 30-as években már alapvetően a szélső tartozott, de már a 20-as években is volt szélső a kikacsintása, hiszen a Magyarországos Véderő Egylete elnöke volt a 20-as években, aztán később a Betlen kormánynak a honvédelmi minisztere volt, és hát amikor ö, kormányt alakított, akkor az egységes pártot átszervezte, és át is nevezte Nemzeti Egység pártjára. A kormány programja az úgynevezett nemzeti munkaterv volt, ami 95 pontból állt, és hát érdemes elolvasni a tankönyvi forrás is, vagy akár a neten is, mert nagyon-nagyon-nagyon érdekes dolgok vannak benne, hát nem csak a korszakra, hanem adott esetben a mára vonatkoztathatólag is ha összeszedjük a fontosabb programpontokat, akkor ilyesmik szerepeltek benne, nyilván konkrétabban megfogalmazva, mint itt a vázlatban, hogy meg kell erősíteni az államot, fel kell lenníteni a gazdaságot, meg kell teremteni a szociális biztonságot, a földkérdést rendezni kell, mert a nagy féle földreformat nem tartottak ki elégítőnek, föl kell számolni a munkanélküliséget, ki kell terjeszteni a választójogot, korlátozni kell a tőkét. Na most, ha ezeket az ígéreteket megnézzük, akkor láthatjuk, hogy ezek baromira demagóg ígéretek, amik sokszor egymásnak is ellent mondtak, hiszen hogyha fel akarjuk lenyíteni a gazdaságot, akkor az ugye azt is jelenti, hogy a tőkéseket támogatni kell. De ha a tőkéseket korlátozzák, akkor az azt is jelenti, hogy adott esetben a munkanélküliséget növeli meg, hogy csak a két legfontosabb dologra. Öh térje ki, ami hát nyilván ellentmond a munkanélküliség felszámolásának. Tehát az a helyzet, hogy ezzel a programmal, meg a párt átszervezésével gömbös lényegében Mussolini mintáját próbálta követni. Teszem hozzá gömbös számára Mussolini mm, egy ilyen tehát nem mondom, hogy bálvány volt, de tényleg követendő minta volt. És a hasonló az olasz fasiszta párthoz a Nemzeti Egység pártjából is tömegpártot próbált csinálni, többek között ezekkel az ígéretekkel is. Hiszen ha megnézzük az ígéreteket, akkor láthatjuk, hogy igazából majdnem minden társadalmi csoportnak ígér valamit, csak ugye ezeket az ígéreteket akkor lehetne betartani, hogyha egy másik társadalmi csoport kárára követik el, mint ahogy azt az előbb is kifejtettem. Na nézzük ezek után a külpolitikáját. Hát ö, alapvetően felvette a kapcsolatot a náci Németországgal, nem azért, mert mintha annyira rajongott volna Hitlerért, hanem leginkább mezőgazdasági piacot remélt szerezni, és ez sikerült is. Viszont ugye mondtam, hogy Mussolini-t példaként vette maga elé, úgyhogy Mussolini felé, meg Olaszország felé egyre szorosabb kapcsolatot épített ki Magyarország gömbös miniszterelnöksége alatt. Ennek eredménye volt az 1934-es Római Jegzőkönyv, melyben az olasz-osztrák-magyar gazdaság és politikai együttműködés mellett tettek hitet az aláíró felek, és ugyanebben az évben az exportpiac bővítése érdekében Magyarország felvette a kapcsolatot a Szovjetunióval. Ne felejtsük el, hogy a kommunistákat, Horti és hát a magyar politikai elit sem kedveli, de itt a fő cél az volt, hogy a magyar mezőgazdasági termékeknek exportpiacot találjanak. És akkor ezek után térjünk is rá gömbös bukására. Hát alapvetően, ugye mondtam, hogy megpróbálta az olasz mintára átszervezni a kormánypártot és egy tömegpártot létrehozni, ez nem sikerült neki. Aztán megpróbálta az államot korporatív mintára átszervezni, szintén az olaszoktól kölcsönzött példa kapcsán, ami szintén sikertelen volt, ellenben amiben sikert ért el, az, az hogy megváltoztatta az országgyűlés összetételét, és hát a szélső jobb felé nyitottabb képviselők arányának növelése volt a célja, ami sikerült is. Számos későbbi nyilas keresztes politikus ekkor került a parlamentbe, viszont ezzel, meg a korábbi sikertelen próbálkozásaival is alapvetően szembe került mind a politikai, mind a gazdasági jelittel, és külön a kormányzóval Horti Miklóssal is úgyhogy lényegében a bukása elkerülhetetlen volt, viszont ugye ekkorra kiderült, hogy gömbös, halálos beteg, rákos volt, és hát Horti megsajnálva a haldokló embert már nem mondatta le, úgyhogy igazából az ő miniszterelnöksége azért ért véget 1936-ban, mert akkor halt meg, és hát őt követte Darányi Kálmán, de az már egy másik történet lesz. Még amiről szeretnék a videóban beszélni, az itt a 30-as években a közgondolkodás Magyarországon. Ér tehát már 20-as években is így volt, de a 30-as években ez egyre inkább erősödött. Ugye az alapja a keresztény nemzeti Magyarország eszméje. Nem tudom, ismerős valahonnan ez mostanság. És akkor ezt a két jelzőt egy picit vizsgáljuk már meg, mert hogy ennek lehet pozitív, meg negatív jelentéstartalma is. Kezdjük a keresztényel, és nézzük annak is a pozitív jelentés tartalmával. Ugye, ha pozitívunként tekintünk erre a jelzőre, akkor nyilván a keresztény norma rendszer és a keresztény értékrend megőrzésére kell gondolni, tehát ez a szelest fele barátodat, segítsd az elesetteket, és a többi, és a többi. Hát az a helyzet, hogy a 30-as években, ahogy haladunk előre az időben, hát majd a politikai döntéshozatalban is látni fogjuk, hogy ez nem a pozitív, hanem inkább a negatív tartalmat erősítette. Mert hogyha valaki nagyon azzal kérkedik a korszakban, hogy ő keresztény, azzal azt fejezte ki, hogy ő nem zsidó. Ebből következik az is, hogy a korszakban itt a 30-as években egyre inkább erősödött Magyarországon is az antiszemitizmus, és hát ekkor hirdették meg az úgynevezett őrségváltás programját is, ami ugye azt jelentette, hogy egyre másra terjedt az a nézet, hogy a zsidók elvették a lehetőséget a keresztény középosztály elől, főleg a pénzügyi értelmiségi pályákon, és ezen változtatni kell valamilyen módon, tehát őket ki kell onnan szorítani, és a keresztényeket kellene ott helyzetbe hozni. No. És akkor ezek után nézzük a másik jelzőt, a nemzetit. Ugye ennek is van pozitív jelentéstartalma, ami hát a mondhatnánk a 19. századi nacionalizmus pozitív jelentéstartalmát hordozta magában, ami a nemzeti identitást, a nemzeti hagyományok, értékek, kultúra megőrzését jelentette. A negatívum viszont ugye azt jelenti, hogy erőteljes magyarostó politikát alkalmaznak, amíg az országban lévő kisebbségekkel szemben, Ugye ne felejtsük el, hogy a trianoni béke következtében Magyarország egy homogén nemzetállam lett, tehát voltak kisebbségek az országban, de tényleg, hát elenyésző volt el a számuk. Ugye a legnagyobb kisebbség az a németség volt, meg valamennyi szerb, szlovák és román, Ide, tehát a cigányság is itt volt, de a cigányság az ugye magyarnak hallotta magát a korszakban. No, hát ez a videó ennyi lett volna, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, Remélem, hogy tetszett. Ha igen, akkor nyomjatok egy lájkot, like ha nem, akkor egy diszlájkot. Ha bármilyen kérdéstek vagy észrevételek van, akkor vártiteket a komment szekció. Ha tetszik a munkásságom, akkor iratkozzatok fel a csatornára, nyomjátok be a csengőt, hogy értessétek a legfrissebb tartalmakról. Osszátok meg a videót, hogy minél több emberhez eljusson, és ezáltal növekedjen a kis közösségünk. És akkor találkozunk a legközelebbi videóban. Addig is sziasztok!